Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Omar Szajfó Ádám, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt, számít. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és a hatalmas rohanásban az előbb nem üdvözöltem őket a beszélgetés, előző beszélgetés előtt, így aztán gyorsan elmondom, a luak ugye emlékeznek rá, az a zsinagógai zsidó naptár, 5779-et írunk, Elul havának a harmadik napját, míg a Gergely naptár szerint 2019. szeptember 3-a van, és természetesen kedd, az év 36. hetébe vagyunk. Szeretettel üdvözlünk minden Hilda Utó nevű nézőnket, mindenkit, akinek ma van a születésnapja, házasság évfordulója, avagy éppen utódját készül megszülni. És akkor nézzük, hogy hogy segítenek mindennapi életünkben a bankok. Az euró középárfolyama 3.31.24, míg a Brexit előtt álló angol nemzeti valutáé 3.64.97, csak aki lemaradt volna időjárás jelentésünkről a következő híradóig, elmondom röviden, 14 és 22 Celsius fok között várható a mai hőmérséklet. Figyeljenek annak ellenére, hogy hűvösebb van oda folyadékháztartásukra, főleg a kicsiknél és a szépkorúaknál. Most nyissák az ablakot nagyra, hogy a friss levegő betóduljon, és Omar segítségével már is repülünk a Közel-Keletre. Úgyhogy szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Elég komoly szópárbaj van, na természetesen csak közvetítők útján Nasrallával és Benjamin Netanyahuval, aki 16 napulva megméretteti magát a helyi választásokon, és Isten tudja, hogy ő fog-e kormányt alakítani, nem, de nézeteltérések a Közel-Keleten, ahogy szokták mondani, pestiesen fokozódnak. Hát a szópárbajok nem ritkák a Közel-Keleten. Nasrallah se... rakétákkal megspékelik újabban. Viszont a retorikája Nasrallahnak valamivel visszafogottabb, mint például 2006-ban volt az utolsó igazi konfliktus idején. A 2006-ban ő azt ígérte, hogy Hajfán és Hajfán túl is támadni fogja a zsidó államot, most viszont azt is ígérte, hogy megszünteti. Ezt már nagyon sokan ígérték a Közel-Keleten, csak még nem jött össze. A Nasrallah most viszont visszafogottabban kommunikál, aminek véleményem szerint két olvasata van, vagy két magyarázata lehet. Az egyik, hogy hát Nasrallah természetesen egyfajta verbális agressziót muszáj produkálnia, és muszáj bizonyos dolgokat is megtennie politikailag, hiszen a Hezbollah erősen kötődik Iránhoz. Másik vetülete a dolognak viszont, hogy a Hezbollah egyben egy kormányalkotó párt Libanonban. 2006 óta, tehát az utolsó Izraellel való konfliktus óta már a 6. egység kormányát fogyasztja Libanon. Ebben erősen jelen van a Hezbollah is, és ennek megfelelően kötelezettségei vannak. Libanonban már több évesre húzódik a szemétválság például, ami elég erős jelet mutat a népnek arra, hogy a kormány az diszfunkcionális. A szemétszállítás nem működik, vagy ahol működik, ott helyi erős emberek, helyi közel-keleti viszonylatban is problematikus? Kifejezetten, és egyre inkább, mivel az állam például a szemétszállítást nem oldja meg, ezáltal kiszervezi különböző kliensrendszerbe tartozó embereknek, akik a környezeti terhelésre nem igazán vannak figyelemmel, tehát gyakorlatilag elégetik a szemet, tehát illegális lerakóhelyeken tárolják, illetve a tengerbe öntik bele. Ez egy látható jel, illetve a levegő az égetések miatt már a levegő is szennyezett. Tehát a Közel-Kelet Párizsa egyre szennyezettebb. Egyre inkább, és ezt egyre inkább látják az emberek is. Nem beszélve arról, hogy a belpolitikai csatározások miatt nem indulhatott meg Libanonba 11 milliárd dollárnyi nemzetközi támogatás, amiben része van a Hezbollahnak, illetve a Hezbollah körüli belső feszültségeknek is. Többek közt a Hezbollah miatt és az efféle feszültségek miatt nem kezdődhetett még meg a földközi tengeri olajkincseknek a kitárása, a feltárása, ami miatt szintén ez egy elég nagy nyomás a pártra. Nem beszélve a szíriai menekültek kérdéséről, ami nagyon nagy társadalmi feszültséget okoz Libanonban. 1,5 millió szíriai menekültről beszélünk egy 4 milliós országban, gyakorlatilag... Ott vannak azért palesztin menekültek is, plusz nem a szíriak erről, akkor. Nem beszélve erről, nagyon súlyos társadalmi feszültségek vannak emiatt, ráadásul olyan menekültekről van szó, akiknek a hazatérése erősen problémás a szíriai belpolitikai okok miatt, illetve amiatt... Nem lehetetlen.
Mondhatjuk, hogy lehetetlen, mivel ezeknek az embereknek jelentős része, egy kis háttérinformáció a szíriai felkelés kirobbanása idején, hozzávetőleg 3 millió ember lakott az országban, vagy az országban, bocsánat, 3 millió ember áramlott vidékről városokba, gazdasági, klimatikus, egyéb okok miatt, és a lakó ingatlanoknak közel harmada volt az, ami nem volt rendesen regisztrálva. Általában ezek a környékek voltak, ahol kirobbant a felkelés érthető gazdasági okok miatt. A kormány viszont ezeket a területeket szintén érthető okokból próbálja pacifikálni oly módon, hogy ezeket a régi épületeket eltakarítja, különböző jogi szabályokra hivatkozva kisajátítja a területeket, tehát gyakorlatilag a libanoni és szíriai menekülteknek a jelentős részének nincs hova hazatérnie, ami Libanonra számára egy elég komoly tehertétel. Ha most muszáj megszakítsam, ha most meg kéne határozni, hogy tulajdonképpen Szíriában milyen rendszer van, mert volt idő, amikor azt mondtuk, hogy egy feudális szocializmus, ma viszont mi? A rendszerek jellege szerintem nagyon nem változik a Közel-Keleten. Ez egy kliensrendszerekre épülő vezetés, ami egyébként láthatóan meghosszabbította a szavatosságát. Ilyen hamulasztikus, tehát ilyen családi alapon? Sok erő. A szíriai rendszer nem egy felülről irányított diktatúra, mint a legtöbb arab országban. Itt arról van szó, hogy a mindenkori államhatalom társadalmi szerződéseket köt a helyi erős emberekkel, és helyi klientúrákra épül. A felkelésnek többek közt az volt az egyik oka, hogy megfáradtak ezek a struktúrák, már nem tudták kiszolgálni a kliensrendszereket, viszont most újra rendeződött ez az egész dolog. Új erős emberek nőttek ki, sokan hadurakból lesznek nagyvállalkozók, de gyakorlatilag ezen nem kell meglepődni. Ez egy jó fordulat, hadurakból nagyvállalkozók. Libanonban is ez történt. De ugyanakkor valamikor a Szíria nagy nyomást tudott Libanonra gyakorolni, és befolyásolni tudta az egész államrendszert. Hogy van ez ma? Ez mai napig így van. Ez többek közt a libanoni belpolitikai válságnak az egyik oka, hogy a Szíria barát erők, tehát Michel Aoun és az általa vezetett politikai csoportok, illetve a síta erők, tehát a Hezbollah és az Amal párt többséget alkotnak, a 30 miniszter van, ebből többséget ők adják, és más kis irányba. Kormány, 30 miniszter. Hát kis ország. Kis ország nagy miniszteri csapat, igen. Tehát a Szíria politika is egy nagyon megosztó tényező az országon belül, ami már a menekültekről is szól, a gazdasági helyzetről, és azt is látjuk, hogy a szíriai válság kirobbanása óta a libanoni gazdasági növekedés kevesebb, mint 1%-ra esett vissza. Leginkább ezért, mert Szíria nagy nyomást gyakorolni. Akkor maradjunk még egy pillanatig Szíriába. Törökország egy nagyon jelentős részt próbál kisajátítani Szíriából, és nem sok jövőt és biztonságot jósolok azoknak az embereknek, akik ezen a területen élnek. Ez Szíria beleegyezésével, vagy hogy történik? Hát Szíria, vagyis az Assad kormány mindenképpen az ország újraegyesítését ígéri az embereknek. Más kérdés, hogy ez egy nagyon távlati, ha egyáltalán megvalósítható terv. Törökország számára most az elsődleges cél egy biztonsági zónának a kialakítása. Tehát az Eufrátesztől keletre, hiszen az Afrin, vegyük végig a határ, tehát van először Idlib tartomány, felkelő különböző dzsihadista frakciók utalják, majd következik egy török kontroll alatt álló rész, majd következnek azok a szíriai demokratikus erők, tehát arab és kurd milíciák ellenőrzése alatt álló területek, amit Törökország nemzetbiztonsági kockázatnak tekint, hiszen az általa kurd terroristának tartott kurd munkáspártnak a szíriai ága. De jó, hogy hozzátott, hogy általa terroristáknak tartott. Ezek vajon relatív tényleg dolgok. Terroristák? Nem az én tisztem ezt megítélni, különböző nézőpontok és narratívák vannak, mint ugye a Közel-Keleten általában. Törökország ezen a részen szeretne egy biztonsági sávot létrehozni. Ez gyakorlatilag az Egyesült Államok támogatásával és Oroszország jóváhagyásával, illetve szintén Iránnak a hallgatólagos beleegyezésével. A kérdés az, hogy milyen széles lehet ez a sáv, esetleg alkalmas lesz-e a Törökország számára egyre nagyobb tehertételt jelentő szíriai menekülteknek egy részüknek a hazatelepítésére, vagy az előbb mondta, hogy nagyon sok nincs hova hazatérni, mert a házaikat lebontották.
A Libanonban élő szíriai menekültek esetében ez halmozottan problémás. Törökország viszont, hát ha létezik Izraelen kívül egy szervezni képes ország a Közel-Keleten, akkor az Törökország. Tehát ahogyan meg tudta oldani a több millió szíriai menekülteknek a táborokban való elhelyezését is a saját országában. Ugyanúgy ezt meg fogja tudni oldani a szíriai területeken is. A kérdés az, hogy nem egyéb erőviszonyok mennyire fogják ezt segíteni. És akkor ugorjunk Iránra. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi fórumokon, aki legjobban harcol Irán ellen, az talán nem is az amerikaiak, hanem a zsidó állam. Irán természetesen nyomul és megpróbál Szíriából vagy Libanonból izraeli támadásokat és fegyverutánpótlást, és sorolhatnám tovább mi mindent. Az izraeliek viszont úgy látszik, hogy nem csak a kampány hevületében, hanem megpróbálják megvédeni önmagukat, és megelőző, ez a megfelelő szó, megelőző csapásokat mérnek rájuk. Meddig tűrik ezt az irániak, illetve Szíria, illetve a Hezbollah? Én azt látom, hogy Irán szintén nem akar fejjel a falnak rohanni. Az iráni gazdaságot meglehetősen kivéreztették a különböző nemzetközi szankciók. Irán a közvetlen konfrontációt véleményem szerint igyekszik elkerülni, és leginkább különböző szövetségesekkel elvégeztetni ezt a munkát. Például Irakban különböző síta milíciákkal, a szíriai beavatkozást Irán szintén nagy arányban libanoni, iraki, pakisztáni, afgán síta milíciákon keresztül vezényli le, illetve a libanoni fronton is inkább a Hezbollahhal végeztetni el ezeket a dolgokat. Iránnak nem érdeke most a helyzetben egy közvetlen konfrontáció. Értem, van még pontosan 1 perc és 33 másodpercünk. Nagy élvezettel figyeltem a különböző nemzetközi tévéadókon a jordániai királynőt, ahogy beduin sátrakba látogat, és kuvaiti, palesztin, angol kiejtéssel arabul beszélget velük. Meddig tudja a király tartani az országot gazdaságilag és a menekültek szempontjából? Jordániát most sem feltétlenül csak a király tartja fenn. A király ez egy fontos jelkép, egy konzenzusos jelképe az országnak. Jordániát leginkább szaudi és egyéb külföldi befektetések és a nemzetközi támogatás tartja egyben. Ott is nagy tertételt jelentenek a szíriai menekültek, gazdaságilag elviselhetetlen tertételt jelentenek, és ott is a különböző radikális mozgalmak problémát jelentenek az uralkodó számára. Azt mondanám, hogy ameddig gazdaságilag stabilizálható a dolog, addig tudja tartani, illetve elrettentő példának ott van Szíria, ami a jordánok nem szeretnének erre a sorsra jutni. Kedves nézőm, az elmúlt percekben Omar Adam Saif volt stúdiónk vendége. Visszavárjuk, hisz tudni szeretnénk pontosan, mi történik a Közel-Keleten. Foglalkoztunk ma már belpolitikával, Omárral foglalkoztunk a Közel-Kelettel, úgyhogy most következzék egy kis kultúra, nem más, mint Korcsolán Orsolya hegedűművésznő. A vele való beszélgetést hallgassák, és ha nézni is akarják, akkor megtalálják, hogy a 22. Magyar Zsidó Kulturális Fesztiválon hol és mikor lép föl. Akkor következzik Korcsolán Orsolya. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Előzetesek, és jön Korcsolán Orsolya. Tartsunk.